A törökországi földrengések utáni mentésben résztvevő jászberényi tűzoltók, mentőkutyások és négylábú segítőik tiszteletére szerveztek köszöntő ünnepséget Jászberényben a Városháza dísztermében február 20-án hétfő délután. A Palotás János Zeneiskola növendékeinek műsora vezette fel az ünnepséget, amellyel köszöntötték a Hunor kötelékében szolgálatot teljesítő Bújdosó Gábor tűzoltó alezredest, Bősze Balázs tűzoltó századost, illetve a Baptista Szeretett Szolgálat Huba Rescue 24-es csapatának részeként dolgozó Kutyákkal az Életért Alapítvány mentőkutyás párosait, Szabó Gábort és Gogót, dr. Mezősi Tamást és Trafit, valamint Mező Marcelt és Blacket. Jászberényi város nevében megköszönjük nektek azt a munkát, amit végeztetek nem csak ebben az időszakban, hanem korábbiakban is, hiszen tudjuk jól, hogy ez a mai, ez nem az első olyan esemény, amikor megköszönhetjük az áldozatos munkátokat. Kiemelten köszönöm nektek ezt a munkát, amivel azt hiszem, hogy üzentek is, nem csak a város, nem csak az ország, hanem minden. Mindenkinek, aki ezeket az eseményeket figyelte, hiszen óriási az a fajta hozzáállásbeli és nézetbeli különbség, ami talán napokban, a mindennapokban kiütközik, hiszen nagyon sokan nem tették volna meg azt, amit ti megtettetek. Első szóra, önként, és ezzel mutattok példát szerintem az embereknek, hogy lehet ezt így is. Jászberény hőseinek jelképesen egy-egy díszoklevéllel és ajándékcsomagokkal köszönték meg a helytállást, azt, hogy önzetlenül segítettek másokon.